nem is olyan sokára ismerkedett meg a tápjódikkel is. Nagyon hamar, ez nagyon érdekes dolog, addig a nevét sem hallottam ennek, hogy tápjó, meg tápjómente, és ezeknek a helyiségeknek, mert ezen a vasútvonalon mi először is itt engedtek ki, másodszor mi rohantunk Pestre, hát hol áll meg a vonat, hol nem áll meg, ott áll a másodszor, mi nem is nagyon néztük meg. Viszont néhány hónap múlva már egy véletlen kolozsvári ismerettség folytán egy nagykátai család meghallotta, hogy megérkeztünk, hogy itt vagyunk, rögtön intézkedtek is. Most már nem emlékszem, hogy többször visszatérnek Kátára, hogy a művelődési házba, vagy pedig a legnagyobb liceumban, ő ott elintézte, hogy én lépjek föl a valamelyik műsorommal, és hát akkor én a Tűzkör című műsorommal léptem föl, ami erdélyi költők verséből áll, és mint a címe is mutatja, azt a lángoló és bezárt szekértábort igyekezett érzékeltetni, amelyben a erdélyi magyar kisebbség akkor már évtizedek óta élt. És a műsornak ez volt az üzenete, hogy a hűség a nyelvünkhöz, a kultúránkhoz, a szülőföldünkhöz, az minden fajta, de főleg még a pusztulástól is megvett. Nos, hát ennek a műsoromnak mind Nagykátán, mind aztán életem folytán képen, de nem ilyen szerint sem jutottam. És most nem emlékszem, mert a fódium napról már megírtam, hogy akkor már elfegyettük, tehát a Györgyére, vagy Szárnyos Szentmártonba még oda is meghívtak ezzel a versemmel, vagy ezzel a műsorommal. És ugye igazából itt ezeken a tápiómenti fellépéseken mértem le először, hogy egy magyarországi ember nem érte át azt a kisebbségi sorsot, amiben mi felnőttünk és dolgoztunk, hogyan tudja feldolgozni, hogyan tudja megérteni, hogyan tud velem jönni, bekapcsolódni az én dolgaimban, hogy ez nem olyan egyszerű, itt értem át, hogy szeretnék átélni, de az olyan abszurd helyzet volt, az a kisebbségi sors is abban alkotni, hogy egyszerűen csak azok értették meg, akik életük folyamán valami vállalkozó nehézséget már szembe kerültek, megküzdöttek, tehát volt valami tapasztalatunk arról, hogy mit is jelent szinte halálra ítélten az életért dolgozni. Igen, és ugye a legnagyobb kincsel az anyanyelvvel lehetett ezt a csatát megbírni. És máj napig. Ma már egy kicsit nagyobb. És hát ez olyan kulturális események is alkalmat adnak erre a védekező harcra, ha szabad így ezt a kifejezést használni, mint amilyen a mai esemény is volt, hiszen szeretik használni ezt a kifejezést, összművészeti esemény volt ez, ilyen képzőművészet Nagy János képeivel, előadó művészet Adi verseit tolmácsolta nekünk, hiszen Nagy János kedvenc költőjét kapcsolta is, hogy tárlatvezetésre kapcsolta be a nagy költőt erre az alkalomra, és Terék József Kozma Tamás pedig egy nagyon érdekes, izgalmas zenei utazásra kalózolt el bennünket. Milyen impulzusokat kapott a mai naptól ön személyesen? Hát ez nagyon érdekes vállalkozás volt. Először olyan abszurdnak tartottam a felkérést, amely úgy szólt, hogy megköszönjük Nagy Jánosnak a gyűjteményt, ebből az alkalomból, mivel adja kedvenc költője, tartsuk egy adiestet, de ugyanakkor egy kis tárgyvezetést is, hát ugye beszéljek a festővel is. Ezt telefonon beszéltük meg, és én igazából minden felkérésre nyitott vagyok. Ezt is elfogadtam utólag a feleségem, úgy megkérdeztettek ki, fölvetette, hogy mit kérnek tőle. Hát, te ilyet még azért nem csináltál. Na hát ez az, mivel még ilyet nem csináltam, annyira felizgatott a lehetőség, hogy elkezdtem újraolvasni, nem tudom, hanyagszor, aki összes
versei, mert nekem volt annak idején a 70-es évén Petőfi műsorom is. És a Petőfi műsoromat úgy állítottam össze, hogy nem csak Petőfi minden versét, hanem minden prózáját is elolvastam, levelejzését, naplóját, stb. És abból jött ki egy korszerű Petőfi és modern Petőfi. Tehát, hogy a hétőszerű műsorom volt, tehát a kettőben tudtam érzni korban. És ezt a módszert azóta, ha egy költőről tartok előadást, akkor ezt alkalmazom, hogy minden előadásban, de csak akkor a fennálló az, ami a leginkább a sajátom is. Na most is megint elolvastam, mindent elolvastam, és akkor úgy olvastam, hogy közben gondoltam, hogy miket is festett Nagy János, na most akkor hogy is lehetne ezt összekötni. Közben kiderült, hogy ők azt nem gondolták egészen komolyan, mert az a fontos, hogy adiversek szólaljanak, de én komolyan vettem, és végül is, ahogy aztán bekapcsolódott ez a két, meg ugye népzenegyűjtő útjaival való lejegyzéseket adtak elő a maguk kisebb populista feldolgozásában, ami nagyon helyes, mert így lehet szélesebb tömegeknek beadni ma már sajnos az eredeti népzenét. Ez a Adi Bartók, ami hát egy olyan magától értetődő kapcsolás a magyar kultúrában. Ez a két nagy szem, ez a két nagy figyelő volt az, akik a század első évtizedeiben előre látták a tragédiák sorozatát. De éppen az, ahogy fölmutatták, erőt is adtak előre. Ugye Ilyes Gyula írja a Bartók versében, hogy azzal, hogy megmutatod a bajt, azzal fel is oldod. Most szóval nem tudom, hogy szabad a visszatállásokat, mindenki ramadban. Na, úgyhogy én boldogan készültem, miközben tényleg nem tudtam, hogy milyen kezdtem, és mit fognak játszani, hogy történához alkalmazkodni. Le kettő órakor összejöttünk, megkérdeztem, na, akkor mi is játszottak? Nem mondták, akkor már napokban megjelentem, hogy mit kellene, és akkor megkérdeztük, hogy ide ezt a gyűjtését, oda azt a gyűjtését, stb. Így is mondták. És hát kérlek szépen, ez a rögtönzés, hát ez a rögtönzés az egy csodálatos. Mert az embert a halál veszélye, a pusztulás veszélye rendkívül dolgokra sarkalja és inspirálja. Úgyhogy összekapaszkodtunk, és minden szemillanásra lehetett látni. Paki nélkül és pergően végül is időre ugyanannyiba, amennyit szántunk, annyiba terült. Hát mi nagyon szépen köszönjük ezt a kellemes délutánt, ezt az őszi délutánt. Aztán mindannyiunk nevére mondhatom, hogy egy felejthetetlen szép élménnyel lettünk itt gazdagabbak. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Köszönjük szépen. Na.